Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! A mai nap folytatnám a Nio végigjátszásomat, és ha minden igaz, akkor ebben a régióban nem sokára végzünk, ugyanis nincsen már csak egy fő küldetés, illetve amiket majd kapunk utána pár mellékküldetés. És ha jól emlékszem, akkor most fog jönni, igen, az a küldetés, ahol dupla bosszunk lesz, van rajta 8 darab kodama, hogyha megcsináljuk a küldetést, akkor kapunk érte egy elektromos katonát, amit nyilván nem fogok használni, és én még mindig vadászok egy tűzelementálos dupla kardra, amit nem tudom, hogy mikor fogok megkapni, de hogyha azt megkapjuk, akkor onnantól kezdve jóformán azt fogom majd húzgálni felfelé folyamatosan. Na, én azt mondom, hogy menjünk neki ennek a dupla bosszos pályának, aztán majd meglátjuk. Tehát a dupla boss-t azt nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerre jön két boss, hanem hogy a pályán kettő darab boss van, egy a felénél, meg egy a végénél. Na majd meglátjátok, nyilván lesz olyan pálya is, ahol két boss jön egyszerre, azt nem szeretném. Na ezért nem szabad kimenni Japánba csajozni, mindegy forma. Némelyik srác is ugyanígy néz ki. Hey! Ezt már Sekiroban egyszer már beszéltük. Valamész hozzá, elhívnára Randira. Nani? Nem. Japánban nem megyünk ki csajozni. Én elhiszem, hogy a japán lányok jól néznek ki meg minden, de nem. Na, szóval, még mindig szakácssapka van rajtunk, amit most már lassan illő lenne lecserélni. Hopp, na mi van mi? Opa. Hiányoznak a skillek. Ó, figyelj már, itt van loot. Nem véletlenül dobálja majd ezeket a víztalizmánokat, mondjuk ez pont nem víztalizmán volt, de a víz alapú dolgokat a játék, ugyanis az első boss az, ha jól emlékszem, akkor vízre érzékeny. Na nézzük, melyik lesz az első bátor jelentkező? Szóval te, anyádat. Megszúrnám! Jó, hát rögtön a pálya elején az első három mobnál életet kell tölteni. Az kellemetlen egy picikét. Mert itt nem kellett volna, hogy megsérüljek. Felmászunk a fachra, megszerezzük a lootot, ide bejövünk a sarokba, mert itt is van egy hulla. Spirit Stone. Na most a Spirit Stone-ok ugye igaz, hogy adnak amritát, ami kell a szintlépéshez. Én betartanám őket, tehát a Dark Souls-zal ellentétben itt a Spirit Stone-oknak más jelentőségük is van. Úgyhogy nem fogjuk elnyomni őket csak azért, hogy szintet lépjünk. Így sok szintet fogunk lépni, ott az első kodama a pályán, az ágon. Mert... Szia! Mindjárt random csak kivégzem. Szóval a Spirit Stone-ok feltöltik a Living Weapon-t, és azt boss harc közben is lehet töltögetni. Tehát ugye egy boss harcot akár kétszer-háromszor is lehet használni a Living Weapon-t. Csak nyilván el kell pattintani 2-3-4-5 Spirit Stone-t, attól függ, hogy mekkorát pattintasz el ahhoz, hogy a Guardian Spirit-et fel legyen töltve. Hát ez belehajolt a kardba elég rendesen. És... Azért nem fogom őket elpattintani, mert lesz olyan boss, ahol fog kell lenni a Guardian Spirit elég sűrűn. Na gyere haver, te sem maradj itt. Jó, nem fogok hazudni, van egy másik karakterem is, akiben már van durván 60 órám, és közel 300-as szintű. És ezen a pályán végig lehet rusholni kb. 5 perc alatt. Ez a végigjátszás az nem arról szól, hogy végig rusholunk, hanem itt szeretnék felvenni rendesen mindent.
és megölni mindenkit szépen sorban, ahogy kell. Jó van, stamina nélkül kicsit nehéz lesz. Így mi? Annyira hiányoznak a skilljeim, ez nem tudom, hogy mi volt. Ne kérdezzetek senkit, ez nem tudom, hogy mi volt. Hello, mi? Annyira ugrálsz, nem mész vele semmire. Van egy közepes kesztyű, amit most felvettünk, nem érdekel, meg van egy... Jól van, nyugodjál meg felé. Ó, és ráadásul vízsebzése van. Oké. Tehát erre a pályára nem is jöhetett volna jobb dupla kard. Mert ugye a boss az vízérzékeny lesz. De még mindig jobban örülnék, hogyha egy tűzsebzés lenne a kardon. Valahogy ez a kedvencem. Tehát az öt elementál közül, hogyha szerintem ezt hozzá kell tenni. Szerintem, ha ér valamit, az öt elementál közül valamit, a tűz az nagyon jó, meg a lightning. Hello, mi? Itt egy kodama amúgy. Szia. Na, kettő megvan a nyolcból. Az a baj, hogy nem emlékszem, hogy a pályának a külső részén mennyi kodama van. De igyekszem felvenni mindet. Na, azt mondja, hogy... kell ez. Meg őt is leverjük szépen igényesen. Au. Hát nem így kell leverni. Nem így kell leverni. Hanem valahogy így. Jó, töltsünk életet biztos, ami biztos alapon. Ide szépen felmászunk, mert itt is van enemy, aki majd lövöldöz ránk, és nem kéne. Persze, nem kell itt nekem a... One hit. Ezt is. Na nézzük, azt mondja... Hogyha nagyon akarnék, akkor ott már az első bosshoz be tudnék menni, de nem megyünk még be az első bosshoz. Ugyanis a boss előtt itt lesz a shrine, de ez az ajtó, ez zárva van. És ahhoz, hogy ez a kulcs meglegyen, el kell menni sok felé, illetve egy felé el kell menni. Így, így. Szépen est össze. Köszi, van egy szintlépésem. Azt nem kellene elbukni. Hozzáteszem, hogy a másik karakter, akiről beszéltem, annál ilyen 12-13 millió már egy level. Ez az. Adjad a jóságot, haver. Oké. Szétnézünk még igényesen, mert megölünk mindenkit is. Szépen lassan lopakodva. Jó, akkor ne. Ő úgy is tudja az utat, majd feljön. Ó! Oh. Őt könnyen belintézi, míg ilyen pici. Hogyha bárszor megcsap, akkor átváltozik és ilyen nagy melák lesz belőle, mint a Mitra hanggal. Pont ilyen. Jó, mondjuk nem, mint hogyha ez olyan nagyon kemény ellenfél lenne, mert nem az. Az a baj, nem tudom, hanyas szintű vagyok, ezt ki kéne hívni, mert dual sword-os. Le a földre. Csak meghal. És kidobta a nadrágját, hurrá! De az milyen nadrág? Várja. Lightos. Oké. Okay. Az jó.
Az nem jó. Ez se jó ma. Nem jó. Esetleg már most ilyen nem van. Running speed, unreturned. Ez mondjuk jó, de ennek jobb a védelme egy picit. Az a baj, hogy nem ad unreturnre. Na mindegy. Egyelőre maradunk ennél a setnél. Majd max a sityakot lecseréljük. Hello, gyere el onnan. Na, ezt akartam elkerülni. Ej. Gyere velem, kis barátom, te leszel a berkabátom. Meghalnék már. Jó. Azt mondja, van még ő itt. Lalalalalalala. Így, így. RIP! Itt van egy shortcut, ez vissza fog minket hozni a terület legelejére. Itt indult el a pálya, és itt volt az első shrine-unk. Én nem szeretnék lepihenni, viszont tovább menni, igen. És hogyha tovább jövök erre, akkor itt is lesz pár jóság. Főleg, mert itt lesz egy kulcs. Illetve hát nem itt, de itt lesz még Kodama is. Na, szóval itt a következő Kodamánk. Kodama Sense egyébként nagyon jó. De ezt a Kodamát amúgy is tudtam, hogy itt van. Illetve ennek a háznak a tetejére felmegyünk. Azt meg innen lehet. Így. Jó, mert itt van fent egy láda, ha jól emlékszem. Illetve egy a kisebbik háznak a tetejére. Innen lehet felugrani. Kösz a lootot, és itt a láda, a túloldalt. Aha, jól emlékeztem. Harukudama két darab. Jó, ezt is kérem. Mert ott van lent azon a tetőn egy loot, és ezt innen lehet felszedni. Valahogy így. És volt benne egy spear. Na jó, tehát a... Közeledünk egyébként a bosshoz, mert ott a shortcut, ott a boss aréna. Csak a shortcuthoz el kell jönnünk ide, mert itt jobbra van egy meglepetés. Anyádat. Na, most emberkedjé, haver. Jó, és itt van a kulcs nála. Köszi szépen. Ezeket is kérem. Egy teljes armor set. Nagyon jó. Na, szóval. Most eljöhetünk ide vissza. Konkrétan ide. Jó, pucol elég rendesen terült. Remélem nem hagytam ki semmit. Tehát a kulcsa lesz, ki tudjuk nyitni szépen. Ez katonás. Ez axos. Itt szétnézünk, hogy van-e tárgy. Vagy esetleg Kodama, de nincsen, mert azt már látnám. Itt is van egy tárgy. És a shrine-unk itt van. Amit beaktiválok, hogy nehogy véletlenül valami csoda folytán meghalljak, mert simán előfordulhat. Nem lépünk még szintet. Ők, igen, életre kelnek ezek olyan szobrok. Eléggé táposak és elég erősek. Jó, hát ez most nem azt mutatta, hogy mennyire táposak. A erősebb vessző tud ilyet csinálni velük. Sőt, ő is olyan. Megmondok még jobbat. Ő is ilyen. Okés. Na gyere, haver! Te se változzál át, jó? Kösz. Szóval Ládiko. Köszönöm. És azt hiszem, akkor itt megvan minden. Igen. Itt megvan minden, és ha minden igaz, akkor most tudok lépni kettő darab szintet. Ha minden igaz. Itt rárakunk szépen a skillre. Így van. És ha minden jól megy, akkor egy pillanat, mert azt mondja tűz, vagy mi ez, víz,
Weakness talizmán, meg ez a tüsi. Jó, szerintem ezzel én jó leszek. Prestige, jó, és elixir. Így. Jó. Hát azt hiszem jöhet az első boss. De itt nincsen dupla kardos, azt azért megnézném. Igen, a szobrok azok nem jönnek vissza, viszont minden más igen. De egy dupla kardos, hanyas szintű vagy? 32. Hát aki dobja a kardot és jó. Nem ijászkodsz, haver, ide gyere. Szépen beleszaladtál, Pisti. Gratulálok. Jobban kéne figyelnem egyébként a szaminára. Jó. Azt mondja, hogy ránézünk közben a ruhákra. Itt közben vettünk fel egy-két újat. Itt volt egy... De ez heavy, ezt nem veszem fel. Ez... Paralízis ellen. Jobb a védelme, úgyhogy ezt felveszem. Semmi másért. Kesztyű. Ninjutsu Gold. Itt ammo. Ezt felvehetném. Jó, ezt felvesszük. Nadrág. Ugye azt az előbb már néztük, nem sok új van. Ami meg van az heavy meg... Várjál? Ja. Nem jobbak. Ez jobb volna egy picit. De az a baj, hogy itt ezen van defense. Plusz 4 running speed. Mondjuk ez jöhet. De Endurance-re ez jó lesz. És ez van. Jó. Hát egyre hülyébben nézünk ki. Ezzel nincs mit szépíteni. Egyre hülyébben nézünk ki a karakterre. Jó, na, akkor jöhet a első boss a pályán. De őt előtte megöljük, mert balhézni akar a fiú. Ő itt balhézni akart, én nem akartam megölni, de ő mindenféleképpen balhézni akart. Na, kíváncsi akkor a kard, amit fog rá sebezni. Anyába. El is felejtettem, hogy ilyen hülye villámmal kezd. Kár, hogy megvágott villámmal. 1, 2, 3, 4. Ilyenkor, hogyha elkezd lézerezni, ez a legjobb lehetőség támadni. Mert akkor oda lehet venni a nyakam mellé. És instant kifogy a staminából, mert eléritek a hasát. Látjátok? Hopp! Hát az... Egyet csak. Ez lesz 4. 1, 2, 3 és 4. Jó, kapta a kombót rendesen. Most gurulni fog. Hogyha gurul, akkor ne legyetek azon az úton, ahol végig gurult. Ez a támadás, ez viszont megöl. Azt hittem, hogy ez lesz az a támadás, amikor úgy elugrik, és hogyha eldodzsolsz mellette, akkor elfekszik. Ez érdekes egyébként, mert ismerem teljesen az egész macskának a movesetjét, és ennek ellenére sem sikerült.
Na mindegy. Majd most. Na, hát ezzel ölt meg az előbb. Anyád. Ja, nincsen stamina. Az kellemetlen. Szóval négy villám. Most ez. Jó. Gyere, haver! Egy villám csak. Egy, kettő, három és négy. És vissza belemegyek a negyedikbe. Az kellemetlen, mert ez lelassít. Egy, kettő, három és négy. Pedig védekeztem. Meg életet is töltöttem amúgy. Ez. Annyira azért nem érzi a vizet. Jó. Menjünk biztosra, ezt az előbb el kellett volna nyomnom. Ennyi. Tehát ezt az előbb nem tudom, hogy miért nem nyomtam el. El kellett volna. De valahogy egyébként sejtettem, hogy megint ez a kamerás lámpaláz előjön. Tehát oké, hogy nem vagyok kamera előtt, mert lámpalázas, de hogy a felvétel ereje. És hogy felvételben miért menne a boss elsőre. Hát ez nem úgy van, nem. Jó, hát akkor téged megtapsollak, ügyes vagy. Azt mondja, hogy itt egy láda. Meg itt egy láda. Veled beszélünk, mert azt hiszem adsz gesztúra. Igen. Jó. Itt egy kodama. Ezzel azt hiszem megvan négy. És akkor ez volt a területnek az első fele. Megyünk a következő felére, ami egy picit hosszabb lesz. Illetve hát egy kisebb labirintus. Ez level 23, nem érdekel minket. Ott ment Kelly, ha jól láttam. Majd megyünk utána, nem kell itt aggódni. Csak át kell, hogy verekedjük magunkat az egész területen. 11 000. Jó, hát akkor tudod mit? Csak azért, mert ez 2000-et ad, ez 5000-et. Ja, mondtam, hogy ezeket ne nyomjuk el, mégis elnyomom. Így. Szépen azt felvisszük egy picit. Legyen sebzésünk, és... Megyünk tovább. Ezek az ajtók nem nyílnak, mert valami energiával le vannak zárva. Majd szépen, folyamatosan, okosan. De... Kinyitjuk őket. Szavasz. Elvisz. Ez csapda lesz, úgyhogy arra a kőre itt valahol nem kéne rálépni. Itt erre a kőre, csak hát muszáj vagyok majd rálépni, mert máshogy nem lehet elmenni mellette. Ezt itt kérem. Nem az ajtót akartam kinyitni. Jó. Azt mondja, hogy nem, nem. Itt valahol lesz egyébként egy titkos fal is. Aha, nem, jobbról jövünk, hátba támadjuk a palit. Szeretem, amikor így instant meghalnak. Szóval a palit hátba támadjuk, mert az neki olyan jó. Ez nem tudom miért nem kapott be. Kellett volna pedig.
Igen, igen. Itt lesz egy Kodama. Én már hallottam a hangját. Itt van bent. Csak ez is nagyon jó helyre van ám rakva, mert itt is csapda van. Itt a nyomógomb hozzá. Na, itt a nyomógomb hozzá. Oké. Megvan még egy Kodama a pályán. Azt mondja, hogy... ott szemben egy IS. Persze észre is vett. Oké. Mondjuk azt hiszem, hogy nem fogja eltalálni. Oké. Csak úgy mondom, ő is... ja nem, ő nem kell fel, csak világosabb volt a többitől. Hello, mi? Miért emlékeztem úgy, hogy itt van kettő szobor? Hát két szobor az nincs. De egy nagy csonti az van. Hopp! Azt a miért lekevert! Na bírjál már magaddal! Jó. És... szépen csendben... Na, eljutottunk arra a pontra, ugye mondtam, hogy itt erre a nyomógombra nem kéne rálépni. Most kerültünk egyet. Tehát minden út ugyanoda vezet. Oké, és na akkor mindenféleképpen erre kell jönni. Itt fel a lépcsőn, csak közben szétnézek, hogy nehogy valamit itt felejtsek, ami esetleg fontos lehet. Aztán eljövünk ide. Itt lesz a következő shrine. Na most ezeket a koponyákat én gyűlölöm. Viszont van belőlük sok fajta. És amelyiket megölöd utoljára, az az elementen rákerül a kardodra. És ugye a jobb sarokban lehet is látni, hogy mennyi ideig tart. Na. Ebből van víz alapú, villám alapú, szél alapú, stb. Hát mind az öt elementál van. Van, hogy egyszerre többen jönnek. Többféle. És gyűlölöm mindet. Na most itt erre van egy Kodama. Itt. El is bújt. Meghalnék. Jó. Ők nem emlékeztem, hogy ez a Kodama ez ennyire ide ki van rakva. Hogy ennyire szem előtt legyen. Jó. Bele a halálba. Jaj, csuklak. Oké. Azt mondja, ő is fel kell. Itt van egy láda. Mi van benne? Komoly! Csak ez egy darab volt? Kardos, nem érdekel minket most. Na, azt mondja, hogy elmegyünk a területek a másik oldalára, ami erre van. Viszont előtte... hát, én nem látom, rohadjak meg. Ott van. Persze, észrevett. Ja, nem ő vett észre, hanem ő. Nem baj. Ő is jöhetne. Várjál csak. Ez lehet, hogy fájni fog. Nem, nem. Jó, meghalt fenn a bombás. Ez az. Egyébként ezek nagyon nehezen tudnak meghalni, és nagyon nagyot tudnak ütni. Jó, erre szépen nézek. Szevasz, csontváz. Nézzek, halod, ütöm a falat, és ő nem is sérült semmi. Hihetetlen. Jó, azt mondja, hogy... ja, ott már fenn a bombás meghalt. Ez ajtó, ez majd később lesz nyitva, ez... ezt már néztük egyébként. Ó. Gyere csak ide. Te nem healesz! Az nem szabad.
Jaj, de hiányoznak a skilljeim. Anyádat. Anyádat dobáljad. Heavy armor volt rajta? Fúj. Jó, most őt is kezelésből veszük szépen óvatosan. Csokolom! Akkor majd én. Na, hogy lecsapd a szarvát. Valami nem mindig. Tehát a szarvát azt le lehet csapni low meg high stance-ben is, csak a low stance-ben egy picit nehezebb. Jó. Szóval akkor itt egyelőre végeztem, ha csak nem itt valamelyik szobor életre akart kelni. Nem, nem. Itt ez a loot, ez viszont nekem kell. Jó, itt elvileg egyik szobor se fog felkelni. New Game Plus-on itt rohangál egy nagy csontváz. Fel alá sétálgat, itt patrollozik. Na. Gyere ide akkor, légy szé- ez az. Hopp! Ez most könnyebben hat. Na, azt mondja, hogy... Azaz! Gyere haver! Ez az. Kérem. Na, szóval, itt van egy titkos fal. Ő meghalt azért, mert pirosat nyomott rá. Jó, akkor én viszont rányomok egy kéket. A kék, az tetszett neki. Akkor ez bejött. Na, itt van ez a fal. Figyeljétek. Ott van a fürdő. Ide el lehet jönni másképpen is. Tehát ahol volt az IS, megmutatom. És akkor nem kell a fallal kínlódni, viszont van egy mellékhatás is. Tehát itt az IS-t megöltük, és majd arra kell tovább menni. Itt, hogyha erre eljövünk, itt, akkor én nem is tudom, hogy a játékban van-e még olyan fal, aminek a háta mögé így be lehet kerülni. Itt a falnak a hátán van egy ilyen papír, vagy én nem tudom, hogy mi az, hogyha letépítek, eltűnik innen a fal. Viszont az az egyetlen egy mellékhatása, hogy a lootot nem dobja így ki. Tehát én inkább gesztúráztam vele. Tehát hogyha fal, akkor vagy megöl, vagy gesztúrázik. Tehát én a papírt nem nagyon szoktam tépkedni róla. Jó, akkor itt megmártóztunk. És most, hogy itt végeztünk... Te mi vagy? Baltás. Az nem kell nekem, bocs. Ránézzük az armorokra, mert nekem ez a szakácsapka, ez nagyon nem jön be. Ez meg heavy még mindig. Na, azt mondja, hogy ide akartam elnézni, mert itt van egy ilyen. Nagyon jó. Égyeni. Nem, nem erre, hanem itt erre. És most akit lelőttünk íjjal nem olyan rég ott fent, bombás, akinek nem volt lehetőség egy bombát sem dobni, most oda fogunk felmenni. Mondom, ez a pálya egyébként egy kész labirintus tud lenni, ha nem tudod, hogy merre kell menni. Jó. Itt volt, ez dobált a bombát. Jó, itt semmi nincsen. Nem tudom, miért néztem el erre. És akkor viszont eljövünk szépen erre, mert itt erre van az a pont, ami nagyon fontos lesz a játékban. Sőt, a New Game Plus-on itt van egy Yokai Realm, amiből kijön egy nagy démon. Mennyivel könnyebb a sima nyugi? Itt egy okárium és egy nagy darab azért melák jön ki belőle. Azt mondja, ez odacsi. Hát ez nem fog fájni neki úgy, mint a másik vesző. Hoppá! Hoppá!
Az azt is, légy hülye és szemtől szembe harcolj. Nem ám bemenni a háta mögé, ahogy kell. Egy biztos, kaptunk egy másik katonát, ami nem jobban nála, ami nálam van, illetve kaptunk egy puskát, ami viszont sokkal jobb. Meg longbow is. Agility bónusz. Ez mit csinál? Jó. Na haver! Gyűlöllek amúgy. Aha, itt is lesz egy kodama. Valahol. Aha, tudom, itt van. Hello, mi? Rép. Szóval, kodama ide van elrejtve. Erre emlékeztem. Nem tudom egyébként mennyi kodamát szedhettem fel. Hatot? Körülbelül. De egyik sem kell fel. Moritus-sama. Igen, ő itt van New Game Plus-on is. Hopp. Ez az, kaptam egy elixírt tőle. Próbálom megfejteni, hogy hol vagyok. Ó, egy kappa! Őt kappának hívják. Azt legyengítem, mert ő eléggé távol tud lenni, de viszont rohadt sok jó cuccot tud dobni. Álljál már meg! Köszönöm. Dobott is két dupla karra, mindjárt megnézem. Hé, nem vettem fel mindent. Why? Oké. Most nem emlékszem rá pontosan, hogy... Aha, nyilván. Oké, ugyanodahoz. Állj! Ezt nem hagyjuk itt. Ne lépjél rá a gombra, köszönöm szépen. Az hová hozott? Ja, itt voltam az el... Jó, oké, mert arra mentem el. Most kerültünk megint egyet. Oké. Jó. Oké, tudom, hogy hol vagyok. Hát akkor nem erre kell jönni. Nagyjából egyébként tudom, hogy hova kell. Csak rég volt már, hogy én ezt a pályát 100%-ra, illetve közel 100%-ra igyekeztem felfedezni. Erre úgy emlékszem, hogy erről jöttem. Igen. Igen. Erről jöttem. Oké. Akkor eljövök szépen ide erre. Itt volt a kodoma hátam mögött, erre a gombra nem lépünk rá. És ami kell nekem, az ez. Tadá! Mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha ez itt nincsen, mert figyeljetek, ott a shrine, az első shrine a területen, ott oda bementünk, ott fel a lépcsőn, és itt jöttünk el. Arra mentünk el, rögtön az elején. Hogyha ez a kő nem lenne itt, vagy csak William tudna ugrani, mennyivel könnyebb dolgunk lenne? Na, azt mondja. Szint. Jó, level up. És rámegyünk szépen. Miatt? Aha, az ad. Jó, így. Hátra csak azért rakok, mert kell a ki. Jó, itt volt egy ajtó. Azt is szépen. Most már ezeket az ajtókat ki tudjuk nyitni. Valaki észrevett. Még mindig nem használom rendesen a key pulse, pedig kellene. Pedig tudom használni, csak mégsem. Mégsem csinálom. Valami oknál fog. Jó, mondanám, hogy ez itt megérte, de nem. Jó. Csak tudnám, hogy kell itt, hogy ment be. Jó, ez megvan. Hello, mi? Te mi vagy? Kardos.
Azaz. Most már tudjátok, hogy miért intéztem el a bombásat? Így előbb. Kellett élni, hogy ezek ne történjenek meg. Meglőném a fejed. Hát persze, hogyha vállon lövöd, az nem. De hallott, úgy eldugja a fejét az a mocsodék. Persze. Tudod mit? Ideig úgy se tudsz eldobni. Hajj meg, köszönöm szépen. Még jó, hogy ezek a szobrok egyébként nem élednek újra. Hello, mi? Na, ezt azért kérem. Jó, az a baj, hogy nem emlékszem, hogy mire állítottam be a... kodamákat. Hogy mit adjanak, de azt hiszem... Amritát adnak. Ez a shrine-nál megnézem. Jó. Szavasz, Charlie. Most egy a baj, hogy valahol elhagytam egy kodamát. Egyet biztos, mert nem emlékszem, hogy kiírta volna a játék, hogy az összes kodama megvan. Az viszont kellemetlen. Beszélgetnék. Ez mi volt? Ja, a kamera benne volt a lámpában. Jó, mondom, kérdezünk, ma meghal a videókártya. Na, Csajszó, hogy beszéltünk, ő segít nekem ezeket az ajtókat kinyitni. De még mindig nem tudom, hogy Kelly ezeken az ajtókon hogy ment el. Jó. Gyere, haver! Csak gondolom, nagyon tápos a csajszi. Figyeld. Támadd meg. Jó, akkor majd én. Kösz, amikor már lenullázom a HP-jét, akkor könnyű. Egyébként tényleg tápos a csaj. Jó. Vissza a... íra. Ez lehet, hogy fájni fog. És nem ütne mellé. Valahol elhagytam pedig egy kodamát. Az kellemetlen. Pedig én akartam. Hát így két ütésben megöli a csaj. Ez teljesen jó. Te nem akarsz? Jó, most az három volt. Csak a poén kedvéért. Hoppá! Bízom benne, hogy ezt nem fog elkapni. Na. Oké. Mehetett volna jobban is. De hol hagytam el kodamát? Mert ez már a pályának a legvége. Jó, kinyitom az ajtót, de még nem megyek be. Menj át a másik oldalra. Kösz. Jó, visszamegyek. Valahol elhagytam egy kodamát, és gőzöm sincs, hogy hol. Tizennégyezer a szint.
Te hülye vagy? Azt mondja 1000, 2000, 3000. Elég lett volna egyébként 2000-et elnyomni, na mindegy. Skillre rejem. Rámegyünk szépen. Ez az. Na. És akkor mehetünk boss-tölni. Vicces boss lesz. Azt is elmondom, hogy miért. Mert nem tud benni a sztaminájával. Igen, ő nem az igazi. Nézd. Fordulj már meg, Willy. Mert ez a köcsök kopasz kell. A Terminátor szemével. Ja, megtaláltalak. Hú. És ott fekszik az igazi. Még életben van. Az fontos. Csak egy kicsit ellátták a baját. Hát követlek én bárhová, csak add vissza a spiritemet, amit úgyse fogok használni sosem. Add vissza. De nem érdekel a gyűjteményed? Na. Add vissza a spiritemet. Na, azt mondja, ezt így szépen. Uip! Degenyó! Degenyó volt! Bazd meg! Azt hittem, hogy ki tudom ütni a kiből. Rohadt anyját ennek a ganénak. Hol van? Azt hittem, hogy ki tudom ütni. Csak persze hátraugrott annyira, hogy ne érjem el. Na ezt kérem. Ez az. Akkor kiütlek így. Na mi van? Gyere ide. Bazd meg! Ennyire nem tud bánni egyébként a kivel ez a muzik. Fiat, hopp! De miért nem találja el? Le a földre. Azaz. Az a sokkolós kutyádat tesz. De gyűlöllek és lelassított. Na. Bassz meg. Jó, megöltél. Gratulálok, ügyes vagy. Nagyon gratulálok! Hallod, így elsőre leverem a legtöbb bosst ezzel, meg így szopok azért, mert megy a tetű felvétel. Komolyan mondom, ez a boss, ez ilyen no hit megy általában, és most meg itt neki megyek harmadiknak.
kifogynék a kiből. Nem én, ő. Fogyjál már ki. Na végre. Bazd meg anyádat lövőd össze. Na, ezt akartam az előbb is. Kapta. Jó, most halt meg. Mondom, itt szivat ez a tetű boss. Oh. És amúgy meg tök könnyű. Hihetetlen. Ennek a bossnak elsőre le kellett volna mennie. Csak ugye megy a felvétel. Jó. This spirit guided me to the Amrita. Jó van, azt kérem vissza. De jó, hogy ilyen mágiákat tud... Anyád, milyen... Be van szakadva szegény Williamnek a körme. Megkapom tőle a rájkirit. De nem akarom használni azt a kardot. Végülis egy 50 percet el lehetett tökölni ezen a pályán. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyi kodamát hagytam el. この民はどうなるのか。を失いし我が身この先長くはありますまい。しかし殿と力を合わせ民を守る。今はそれだけで嬉しゅうございます。 Megkapom az egyik kutyát, mint spiritet. És most kapok egy mellékküldetést, ahol viszont, hogyha megküzdök az igazival, akit most levertem, boss-t, mert ez egy köcsög impostor volt, tehát hogyha legyőzem az igazit, akkor megkapom a kutyának a testvérét, és akkor ilyen dupla kutya spirit van. Annak lehet, hogy most nem esnék neki. Tehát ezt a Tachibanát le kéne győznem még egyszer. Way of the Warrior. Omnio. Igen. Jó. Akkor elmegyünk a dojo-ba. Mert ez meg van csinálva. Viszont ez nekem... Az a Warrior, ez kell.
Mert hogyha ezt megcsinálom, akkor egy csomó skill pont fel lesz oldva. Ráadásul Warriorban, tehát kard. Jó. Hajime? Szamurájlok. Jó van, tudom, ezt el kell nyomni. Aztán ide equipmentbe, ja nem, bocs, várjál. Ez is kell nekem. Nem ez kell, bocs, hanem ez. Jó. Skill point. Mire kaptam? Ja, ezért erre. És itt kell kitanulnom. Vagy erre kaptam egyet? Nem erre. Mit kell csinálni? Status menü. Igen. Ezt mit tanuljak ki? Hello. Ezt nem akarom kitanulni. Nem akarom kitanulni! Pedig muszáj lesz. De miért? Hát ez ki van tanulva, más meg nem enged. Muszáj, hogy kitanuljam ezt a Sword Kit. Tudom, hogy lehet használni. Hát itt van, tehát itt van Sword Kit, tudom cserégetni, bla bla. Ja, hogy cserégessem is. Na, látod, cserégettem, most boldog vagy? Na, jó van, küld az embereidet. Nem is értem egyébként, hogy miért kell ezzel a hülye katonával, amikor Dual Sword azok. Akkor legalább lenne Dual Sword nálam, már azért fából. Na mindegy, az a lényeg, hogy akkor most így ez elvileg felolda nekem egy-két skillt. És remélem, hogy Costa lesz az is, ami nekem kell. Kell a finish move, meg a moon shadow. És az egyelőre boldog is lennék. Kösz a fakardot, haver. Na, tehát... Ski recover... Figyelj! Ezt megkaptuk, úgyhogy ez jöhet is. Illetve a Moon Shadow, Winston nem... Nem... Random Strike van... Ez mit tud? Ja, ez ilyen dodge, az nem kell most. Az a Raijin. Hol van? Biztos, hogy még nincsen meg. Itt a Moon Shadow. A francba! Ez kell nekem. Jó, ezt még egyelőre nem tudom akkor. Keep High Stance only. Mondjuk jöhet a High Stance is. Mert... Ez sem rossz. Ez mit tud? Ó! Oh, ho-ho-ho-ho! Ezt ide kérem most azonnal. Ez a skill, ez kell. Mondjuk ez is jöhet. Jó, most lecseréltem. Na mindegy. Jó. Azt mondja, ez kell nekem. Nagyon jó. És ez a High Stance-ben van. Ez megvan. Ez kell nekem. Nézzétek. Wihiii! Ez kaszabol, amíg staminád van. Jó. Azt mondja, hogy ez... Ez a küldetés, mindjárt megcsinálom. Na. Jó, megyünk is, megcsináljuk ezt a mellékküldetést. Ó, nem néztem meg a fegyvereket, hogy miket kaptam, meg úgy semmit. Na mindegy.
Na. Csak heavy-k vannak. Ne hűj már. Meg mit? Kart. De jó. Na jó van, essünk neki. Várjál már, de itt a Magic-nél, nem? Ó, ezt meg lehetett volna csinálni. Jó, ezt majd a küldetés után. Mert majd jön a lassítás, meg úgy mindenféle jóság. Na várjál, arra viszont nem emlékszem, hogy... Au. Hogyha erre eljövök, ugye erre végig tudok-e menni. Igen, de nem erre megyünk. Ez az. Anyádat! Erre viszont nem emlékeztem, hogy ez itt leszakad. Ó, basszus, akkor most mehetek vissza. Na jó, hogy itt vagyunk az elején. Erre tényleg nem emlékeztem, hogy ott van egy lyuk. Sajnos, te mivel küzdesz? Ja, csak egy ilyennel. Hát lebasszom a szarrát, itt szólsz. De hallod, a földön kritikálozni akartam volna, te meg... Szabotálod. Ésszel harcoljál, jó? Ésszel. Komolyan mondom, néha az, hogyha van egy NPC melletted segíteni, csak a gond van vele. Na jó. Jaj, hát. Ó, ez a move de hiányzott már. Jó kis finishing move. Jó. Csajsz is mit itt talált? Ez honnan jött? De honnan jött, ti haver? Ez honnan jött? Itt voltam az előbb. Nem gyújtasz fel, nem gyújtasz fel. Miért engedd meg, hogy kétszer szúrjak bele? Ez érdekes, ezt sose fogom megérteni, hogy miért engedi ezt a kétszer földön szúrást. Nem. Jó van már, Chelsea. Ma amikor megölöm, akkor kemény vagy. Hello, mi? Csinálunk egy shortcutot. Jó. Hé, ez nem maradhat itt. Ezt kérem. Ez itt fel fog kelni. Ki gondolta? Anyádat! A te tűjjelsz. Mondtam már, hogy gyűlölek titeket? Csinálnám itt a megbaszó kombót, és nem engedi. Na, azt mondja, hogy mindjárt lemegyünk. Csak itt a tetőn szétnézek.
Á, nem. Nem fogok tudni ráugrani. Nagyon benn van a tető alatt. És az túlélte, érted? Így átgurul a testén egy kurva nagy szikla, és túléli. Ez nem jó. Ó, gyere a papához. Dob ki, léci a kardodat. Ne, vágj bele! Majd én intézem, jó? De hát a kardot nem dobta volna ki. Pont amiért megtámadom, pont azt nem dobja ki. Ezt is kérem. Old Chan. Fütty. Ne már! Ez volt a küldetés, és most nem jön ki belőle a mimik. Kevesebb cuccot kaptam. Te szemét! Te szemét mellé küldi. Az gané volt. Akkor be se kellett menni a benti részre. Ó, kenyér! Játék miért? Na, szóval. A lényeg az az, jó, kaptunk ezt, azt, hogy elmegyünk a... nem a Blacksmith-be akartam jönni, hanem a Shrine-ba level up-olni. Magic az van, annyi jó. Na, a Magic-et fel kellene vinni egy jó 20-ra, a Spirit-et olyan 21-re. Jó, Dojo. A Magic. Kell a Magic-es... Dojo küldi, hogy megtanuljam a weakness mellé a slot talizmánt is. Mert ugye a weakness az legyengíti az ellenfelet, és nagyobb sérüléseket kap be, a slot meg lelassítja a mozgását. Mage lock. Jó. Most akkor gondolom a skilleknél tanuljak meg valami mágiát, mondjuk a fire talizmánt. Most a játék azt fogja mondani, hogy gyere ide azébe, a shrine-ba, és a ready jutsut csináld meg. És rakjuk be neki egy shortcutot. Jöhet ez, így, ni, és itt a shortcut. Jöhet ez, így. Köszönöm. Figyeld. Ha! Egyszer. Egyszer. Jó, ennyi volt. Ezek annyira... Tehát azt hinné az ember, hogy Dark Souls hoztam egy csomót, meg minden szarság, és hogy nekem nem kell a mágia. Higgyétek el, a mágia ebben a játékban elengedhetetlen. Főleg, hogyha az ember elmegy New Game Plus-ba, meg még a fölé. Tehát harmadik New Game-től, mert azért már vannak buffok az ellenfeleken, némelyiken, meg a bossokon mindegyiken. New Game Plus-on, illetve négyen még több buff van az ellenfeleken. És lehetetlen, ismétlem, lehetetlen úgy játszani a játék, hogy nem használ semmilyen mágiát. Most még erre lehet, de arra már nem. Jó, ennek neki kéne egyébként menni. Csak előtte skillezünk, mert ez kell nekem. És ezt nem tudom pont kitanulni. Slot talizmánt. Kéne, hol kéne. Na mindegy. Tűz talizmán, víz talizmán. Stop. Lightning. Ha.
Az Oasis, ez egyébként nem rossz. Ez fel tudja tölteni az életünket. Jó, a mágiát egyelőre békén hagyjuk. Jó, azt mondja, hogy... Na, szóval, megcsináltuk a dojót, amit lehetett. Illetve hát itt van ez 27-es szintű, én hanyas vagyok amúgy? 37-es. Jó, én ide most nem fogok bemenni, mert nem, mert ez tápos nagyon. Kicsit később majd, hogyha lesznek jó képességeim. Nincs kodoma. Ez melyik volt? Itt megvan az összes kodoma. Azt mondja, hogy... Itt egy kodomát hagytam el valahol. Érdekes, érdekes. Nem tudom, hogy hol. Egyet valahol elhagytunk. Na, nyomunk egy mentést. Most a következő részt úgy fogjuk indítani, hogy nem megyek még neki ennek, mert ide fog kelleni skill, még plusz. Hogy a kiből ki tudjam ütni a csávót. De a következő részben elmegyünk a következő régióba. Na, srácok. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a mai rész. Legközelebb találkozunk, addig is szevasztok.